Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiemelőt, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinját látják a hírórában. Mai műsorunkban vendégünkkel dr. Bodócki Lászlóval, a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula körének elnökével arról beszélgetünk, ismerjük-e egyáltalán híres olimpikonjainkat. Bemutatjuk, hogyan válhat egy középiskolásból európai mintapolgár. És utána jártunk, vajon a vadászat tényleg csak céltalan lövöldözése, valamint hogyan lehet küzdeni akár az orvadászok ellen is hazánkban. Kérem, tartsanak velünk! Mint ahogy az imént is elhangzott, stúdió vendéget hívtunk mára, dr. Bodócki László személyében a Kecskeméti Olimpiai Bajnokok Bóbis Gyula baráti körének elnökét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntöm a nézőket. Tessék szíves már nekem elárulni, hogy mennyire vagyunk mi tisztában kecskemétiek a város olimpikonjaival. Mondhatnám, hogy nagyon-nagyon kevésbé ismertek. Van egy-két nevesebb, Bóbis Gyula, Földi Imre, Poyák Imre, akik jobban a köztudatban vannak, egy-egy jubileum alkalmával, hiszen már egyikőjük sincs az élők sorában. De sajnálatos módon Törös Olga néni is így volt, hiszen az az utóbbi 10 év, amikor megalakultunk és ővele aktívabb kapcsolatunk alakult ki, akkor vált jobban ismerté, hiszen könyv jelent meg róla, különböző rendezvényeken szerepelt, város díszpolgára lett, tehát ezen alkalmakkor föl-föl merült. Ma már gondolom, hogy az iskolába, a tanítóképzőbe az odajáró diákok azért elolvassák azt az emléktablót, ami ott van, de ugyanígy vagyunk egy Busapistával, aki nem itt Budapesten él, vagy egy Kincses Tibivel, olimpiai harmadik helyezett mind a kettő. Lehet, hogy a sportágán belül valamelyest ismertek, de nem olyan eget-földet rengető módon vannak a köztudatba. Egyedül talán a jelen élők körül Nagy Solymos is annyi az, aki aktívan részt vesz, nem csak mint sportoló, edző, hanem sportvezetőként is a város életében. Önök nem csak az olimpikonokat, hanem a múltjukat, a jelenüket, sőt, még a jövőiket is próbálják felvázolni és megismertetni az itteniekkel. Ezen a téren mik a legfontosabb feladatok? Első lépésben a megalakulást követően a kecskeméti kötődésű sportolók, olimpikonoknak az életútját tártuk fel. Ez majdhogy nem 10 évet. Vett igénybe, amit mutattam. Ez füzet volt, ebből készül majd a könyv, amelyben 66 olimpikon, kecskeméti kötődésűek szerepel, 220 képpel, 320 oldalon, tehát egy komoly összefoglaló munka lesz az olimpikonokról. De szerencsére Kecskemétnek számtalan országos, Európa és világbajnoka van, jelenleg is élők, és ez a következő lépésünk, hogy a jelenleg is működő szakosztályokra támaszkodva, így a tekére, a lovasokra, atlétákra előszedjük azokat az ismereteket és tárgyi emlékeket, amelyek kell tudnánk szélesebb körbe megismertetni. Mekkora stábbal tetszenek rendelkezni, aki szabad idejét és energiáját nem kímélve beáldozza e nemes feladat érdekében? Tagszámunk az 44, ekkor akkor úgy megjelennek, de egy 6-7 fő az, aki igazából nem amatőrként
működik közre a munkálatokba. Itt vannak számítógép szakemberek, fotósok, könyvnyomtászok, tehát akik, és hát vannak a kutatók, ezen felül hárman, négyen, akik meghatározott célból folytatnak kutatómunkát, és ezen kutatómunka eredményét Grosán Pál testnevelő tanárunk, honismereti sporttörténészünk foglalja könyvekbe, mint például ez az aranyos kecskemétiek, ez öt kecskeméti sportolót ölel föl, akik aranyérmet szereztek az olimpián. És ennek lesz folytatása is. Ennek lesz az ezüstösök, és lesz a bronzosok. Igen, és amit említettem, meg fog jelenni a megalakulásunk 10. évfordulójára a nagykönyv, amely, hát ha nem is bibliográfia, de egy nagyobb szubsztrátumú kiadvány. Lenne, hogy a 10. évforduló. 10. évforduló, és hát akkor ülni ez az egyesület. Igen. Na most én úgy hallottam, hogy egy állandó kiállításra tetszene készülni. Kíváncsi lennék, hogy hol lesz ez megrendezve, tehát hol tetszettek találni egy méltó helyet ennek a dolognak. Igen, ez is egy hosszú távú elképzelése volt az egyesületünknek, illetve Sinkó Lajos barátunknak, aki a tárgyi emlékek gyűjtője, hallatlan nagy tárgyi gyűjteménye van, sporttörténeti jelentőségűek, és az ő inspirációjára folytattuk tovább, bővítettük a kört, illetve olyan értelemben leszűkítettük, hogy kecskeméti vonatkozású sportolók emléktárgyait és hát rájuk vonatkozó dokumentumokat tárjunk fel és ismertessünk meg az érdeklődőkkel. Hol lesz a helyszín? A helyszín az a volt Fedettuszoda gyermekmedencéjének a tere, amelyet a Mercedes-Benz Kosár Akadémia közreműködésével Béres Tímea asszonynak a hathatós támogatásával került kialakításra. Ennek berendezési tárgyainak elkészítése most van folyamatban. Na most ez lesz az állandó kiállítás helyszíne, de úgy tudom, hogy időszaki tárlatokra is készül az egyesület. Erről mit lehet? Igen, ez lesz az állandó, amely az olimpiai, hát kiemelt, ez egy szűrtebb anyagot tudunk most, hiszen a helység önmagában egy 20x8 méteres folyosószerűség, tehát ide nehéz a teljes anyagot behozni, úgyhogy most az elején... Hát gondolom, komolyan kell szortírozni, szortírozni is, ugye? Hogy a szemelvények kerüljönek be, hogy azért minden sportág reprezentálva legyen, meg bemutatva ezzel Kecskemét sok sportban betöltött sok színűségét. Ennek a kiválogatása, begyűjtése van folyamatban. Reméljük, eddig is voltak már kiállításaink, onnan is kerül be anyag, de szerencsére mondhatom így, hogy megmozdult a város, és sokan volt aktív sportolók, ajánlottak föl tárgyi emlékeket. Tehát ezek érmek, serlegek, különböző dísztárgyak. Apropó tárgyak. Szeretném megtudni, hogyha netalántán valakinek tényleg egy nagyon szép erekjéje, érdekes tárgya van az adott sportolókkal kapcsolatban, hol lehet önöket megtalálni, ha netalántán föl szeretné ajánlani, vagy hozzá szeretne járulni ehhez a nemes feladathoz, illetve kiállításhoz, hogy lehet önöket elérni? Azt szeretném közölni, hogy legjobb lenne, ha a telefonon előbb velem egyeztetne. A tárgy méretétől, nagyságától függ, hogy hol tudjuk tárolni, és állapotától, hogy szükséges javítás, takarítása annak az anyagnak. Tehát
az én számomon megtalálnak. Igen, hogy esetleg elhangozhat ez a szám? Igen, 20-as, igen. 326, 25, 53. De itt a Kecskeméti Televízióban is szívesen állunk rendelkezésre. Hát az még jobb és szélesebb körben jut el az információ ezáltal. Itt pedig jó kapcsolatunk van, mert Varga Géza úr rendszeressé tette a sporttárgyú megemlékezéseknek a behozatalát a tévéadásba. Jó. Szóval ez az állandó kiállítás. Igen. És az időszaki kiállításról hallhatunk-e valami fajta fontos információt? Milyen tematikában gondolkodnak önök? Milyen tervekkel rendelkeznek ezzel kapcsolatban? Mert gondolom azért volt ötletelés. Hát nehéz volt, mire kialakítottuk. Részben az anyag bősége és a terem nagysága szabta meg, hogy mik kerülhetnek és miből mennyi. Lehet, már megkerestük a klubokat, szakosztályokat, hogy lehet ajánlkozni, és akkor aszerint tudunk időpontot adni. A hely elbírja a helyünk, tehát oda bárkit tudunk fogadni, hát megfelelő tárgyi feltételekkel, hogy hozzák a anyagukat és előkészített anyagot kapunk. Igen. Na most az időszaki kiállításoknak a helyszínéről mit lehet tudni? Az is ugyanaz. Értem. Ugyanaz a helyszín, a fedett uszoda gyermek, van, hogy ott van átrendezhető új a terem, hogy annak egy részében az állandó kiállítás, más részében pedig egy időszaki, illetve úgy időszaki, hogy egy-egy sportághoz vagy klubhoz kötött, például a KT-e lassan 110 éves lesz, akkor hát ez is egy komoly jubileum. Meg tud ott mutatkozni. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Sok-sok erőt, lelkesedést, kitartást kívánok itt a szervező munkához, és hát minden jót és jó egészséget kívánok mindannyiuknak. Hát nagyon szépen köszönöm mind az Egyesület, mind a magam nevében a lehetőséget és a segítést. Stábunk is körbeutazhatta több száz diákkal közösen Európát. A Kadaelek közgazdasági szakgimnáziumban, illetve a Széchenyi István idegenforgalmi és vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskolában tartott Európa napokon diákok versenyeztek egymással, megismerve az Európai Unió működését, országainak nyelveit, kultúráit, szokásait. Nagy szeretettel köszöntjük a vendégünket itt Csehországban. Dobri den! Dobri den! Így köszöntötték az osztályterembe látogatókat az Európa nap egyik állomásán, vagyis Csehországban. A Széchenyi István idegenforgalmi és vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskola tanulói tanárai. Ma rendezzük az Európai napot, ez először van most iskolánkban. Az idén pályáztunk arra, hogy az Európai Parlament nagykövetiskolája címet elnyertük, és ennek a keretében különböző Európával foglalkozó vetélkedőkön veszünk részt, illetve programokat szervezünk a diákoknak. Ez az első nagyszabás, ami az összes diákot érinti itt az iskolában, az Európa nap. Számos programmal készültek a szervezők vendéglátóipari idegenforgalmi iskolánk tanulóinak. Fel kellett ismerniük az Európai Unió tagállamainak nyelveit, népszerű embereit, jellemzőit. Előzetes feladatokat is meg kellett oldaniuk, a különböző országok szellemében öltöztették fel osztálytermeiket, készítették el tradicionális ételeiket. Érdekes előadásokon vehettek részt, hallhattak a külföldi munka előnyeiről, sőt még jó Pukkival, vagyis az igazi Mikulással és Angela Merkel német kancellárral is találkozhattak a fiatalok. Azonban nem csupán a szórakozásé volt a főszerep, a diákok versenyeztek egymással és a legjobbakat tortával díjazták. Hiszen fontos az, hogy ez a generáció is tisztában legyen az unió szerepével. Sokan a korosztályunkból tényleg egyszerűen nem tudják, hogy milyen javakat biztosít nekünk az EU, meg milyen programok vannak, és ezt én már többször tapasztaltam, és több ilyen programban is részt vettem, és ezért szeretném, hogyha többen is megtudnák, hogy ez mégis mivel jár, hogy milyen utagok vagyunk, és hogy nekünk ez miért is jó. Ugyanígy gondolta Pálfi Csek János, a közgazdasági szakgimnázium diákja is.
mai fiatalok borzasztó keveset tudnak az Unióról. Tehát például keringet egy kép Facebookon, és azt én is láttam, hogy kiadták az Európai Unió diákjainak, hogy jelöljék be rajta az országokat, és meg hogy melyik a tagok, de hát van, aki még azt se tudja. Mondjuk azt, hogy már az Európai vezetés kitartozik, az már lényeg, az már szerintem senki nem tudja, és én ezért tartanám fontosnak. Ezen problémát próbálták megoldani a Kadanelek Közgazdasági Szakgimnázium rendhagyó diáknapján is. Vetélkedőkkel készültek, aszfaltrajzzal és számos egyéb érdekességgel, melyek segítségével többet megtudhatnak az Unióról. Mennek ezzel kapcsolatban a programok folyamatosan az egész év folyamán, tehát van fölkészítés, gyakorlatilag van egy úgynevezett Euroszkola nevű verseny, amit a Széchenyivel közösen csinálunk, és most már 6-szor jutottunk ki Strasbourgba. Hát ez meg az egész évnek a megkoronázása, az Európa nap. Számos kritériumnak kell tehát megfelelni ahhoz, hogy egy intézmény nagykövet iskolává nőhesse ki magát. A cím által azonban rengeteg újdonságot, különlegességet nyújt a diákoknak az unió határain belül. Ilyen például az Európai Parlament látogatása, melyre nem sok fiatalnak adódik lehetősége. Pézsmatulok, puma, hegyi kecske és fekete medve preparátumok is várják az érdeklődőket a 28. horgász és vadásznapok alkalmából a Hírös Agórában. A lenyűgöző trófeák idén Észak-Amerika vadvilágát hozzák el Kecskemétre. Észak-Amerika vadvilága a Szikláshegységtől Alaszkáig című kiállítás bemutatásával nyitották meg a 28. horgász és vadásznapokat Kecskeméten a Hírös Agórában. Horgászbot és orsógyűjteményt, valamint vadvilág témájú alkotásokat is megtekinthetnek az érdeklődők. Minden évben a trófea kiállítás a legnépszerűbb, mivel a kínálat évről évre változik. Egy-egy kontinensnek a vadvilágát igyekszünk megjeleníteni. Ilyen formán az évek során minden kontinens Ausztrália kivételével sorra került. Elsősorban helyi kecskeméti, Bács-Kiskun megyei vadászok adományaiból tudjuk megszervezni a kiállítást, akik bizalmi alapon kölcsön adják a trófeákat számunkra. Idén a Szikláshegység és Alaszka 30 állatfaját lehet megismerni közvetlen közelről az élethű preparátumok segítségével. A horgász-vadásznapok rendezvényével a hamarosan megrendezésre kerülő világkiállítást is igyekeznek népszerűsíteni. 2021-ben Magyarország szintén vadászati világkiállítást fog rendezni. A nagy sikerű budapesti 71-es kiállítás 50. évfordulóján, amire hát nagy erőkkel készül mind a kormányzat, mind a Magyar Vadászkamara. Az ezekhez hasonló rendezvények célja, hogy megismertessék a vadászat és a horgászat világát azokkal, akik szerint csak állatok leöléséről van szó. Számos olyan lehetőséget ad azok számára is, akik még nem élvezhetik ennek a szabadidős tevékenységnek a gyümölcsét, nem ismerték még meg. Egy ilyen kiállítással kedvet kaphatnak arra, hogy vadászhassanak, kedvet kaphatnak arra, hogy a horgászati ismereteket elmélyíthessék, és hát nem csak ez a kiállítás, hanem a kapcsolódó programok is, akár a gasztronómiai, akár egyéb más eseményekre, hogyha gondolunk. Ez mind-mind kedvet teremthet nekik, ráadásul igen fontos közösségépítőre is van ezeknek a rendezvényeknek. A kormányzat egyeztet az egyesületekkel, szövetségekkel is, hogy olyan törvényi változtatások jöjjenek létre, amelyek segítik a félmilliós horgász, vadász közösséget Magyarországon. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a Paletta magazinunkat láthatják, melyben hétvégi programokat ajánlunk. Köszöntöm Önöket, ez itt a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló magazin műsora. Képzeljék el, hogy szinte egész Japán ilyen színbe pompázik, mint itt mögöttem ez a fa, és hogy mi köze ennek Kecskeméthez. Hát például az, hogy néhány napig japán napok lesznek itt a városban. Erről és még számtalan programról is beszámolunk természetesen most a Palettában, és egyébként weboldalunkon is a hírös.hu-n. A hétvégén az édességé lesz a főszerep, hiszen lesz palacsinta fesztivál, csokoládé fesztivál, számos gyermek és családi program, például fürdőzés, családi nap a kecskeméti fürdőben, és rengeteg színes és végre az időnek is megfelelő tavaszi program. Tartsanak velem, én Puha Éva vagyok. Éjszakai fürdőzés és családi nap lesz hétvégén a kecskeméti fürdőben. Április 13-án pénteken 21 órától éjszakai fürdőzésre várják a vendégeket, ahol most első alkalommal lézer show-val is készülnek a szervezők.
Aki pedig relaxált péntek éjjel, az vasárnap egy vidám hangulatú programokkal teli napra is visszatérhet. Vasárnap, április 15-én, amikor is a kedvezményes családi jegyek mellett kézműves foglalkozásokkal, családi programokkal, aquafitnesszel és számos izgalmas kalanddal várnak minden generációt. Adott egy térkép, egy feladatsor és egy rejtély, melyet csak Kecskemét nevezetes helyszíneire ellátogatva tudtok megoldani. Minden helyszínen egy újabb nyom, feladat, egy fejtörő, mintha egy Agatha Christie regény főszereplői lennénk. Az izgalmas nyomozást ezen a hétvégén, április 14-én szombaton Kecskeméten is kipróbálhatja bárki, aki szeretne detektívként kipróbálni magát. A Delikát kávézónál 11 és 18 óra között a szervezőktől átvehetők a kalandfeladatsorok. Ezek végig kalauzolnak a történeten, nyomokon, feladatokon és a krimi túra útvonalán. A végére teljesen összeáll majd a kép, ahogy felderítünk egy gyilkosságot, vagy megoldunk egy rejtélyes esetet. A játékidő nagyjából 2 óra, de semmi kötöttség nincs, a programokat bárki megszakíthatja ebéddel, kávézással. Jöhetnek ketten is, de nagyobb csoportokat is szívesen várnak. Induljon tehát a detektív hétvége Kecskeméten. Jó étvágyat kívánok a kecskeméti kedves vendégeknek! Újra csokis hétvége Kecskeméten. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kecskeméti Csoki Fesztivált 2018. április 14 és 15-e között a Messzi István sportcsarnokban. Eljönnek az ország egész területéről a kézműves csokisok. Rengeteg gyermekprogrammal készülnek a szervezők, csokis receptekkel, kreatív édességekkel, kóstolókkal, vásárral várják mindkét nap a vendégeket. Az első 200 érkezőnek ajándék meglepetés is jár. Nem igazán van ennél jobb és édesebb hétvégi kikapcsolódás az egész családnak. A cseresznye virágzás hagyományos ünnepének tiszteletére a Kecskemét Aomori Magyar-Japán Baráti Kör intézményi együttműködői, valamint támogatói, és persze nagyszámú önkéntesek segítségével 2018. április 11-e és 15-e között rendezi meg a Kecskeméti Japán Napok rendezvénysorozatot. 4 napon át a japán kultúra minden eleme megtalálható lesz a városban, az ételektől a kulturális programokon át egészen az origamiig. Bővebb információkat a híres.hu-n találhatnak a részletes programokról. Idén is megrendezik a szakmák éjszakáját, mely az elmúlt években egyre igényesebb és szerteágazó program. Az interaktív állásbőrzével egybekötött szakmai napon testközelből ismerkedhetnek a lehetőségekkel a Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezésében azok, akik tanástalanul állnak a nagybetűs élet előtt, vagy épp annak kellős közepén. A nap végén 20 órától Geszti Péter tart motivációs előadást az inspirációhoz. Péter rengeteg cégben és projektben volt jelen az elmúlt évtizedekben, egésznapos tréningeket is tart, így jól átlátja a piaci körülményeket is. A Kecskeméti Szakképzési Centrum szakképző iskolái és partnervállalkozásai segítenek majd abban, hogy a látogatók a lehető legrészletesebb betekintést kapják az állások világába. Természetesen ez a hét sem múlhat el sportprogramok nélkül. Nézzük, hogy mit tartogat nekünk Kovács Nóri kolléganőm. A Kecskeméti LC legutóbb Kiskörösön játszott, akik ellen idegenben is sikerült a győzelem, méghozzá 2-0-ra. Ezzel megtartotta a hibátlan szériáját csapatunk. A Kecskemét torony magasan 48 ponttal vezeti a tabellát. A Megye 1-es bajnokság 21. fordulójában hazai pályán játszik a KLC. Szombaton 14:30-kor a Soltvadkerti téllyel látogat csapatunkhoz. A Soltvadkert a 9. helyen áll 17 ponttal. A meccs a Széktói stadionban lesz. Hétvégén ismét Megye 2-es városi derbi. Vasárnap 16:30-kor az SC Hírösép és a Kecskeméti LC KTE SI csap össze egymással. Az SC Hírösép 36 ponttal áll a tabella 8. helyén, míg a KLC KTE SI 24 pontos a bajnokságban. A Megye 2-es bajnokság északi csoportjának 22. fordulós mérkőzését a Műketvárosi Sportcentrumban rendezik.
Ismét hazai pályán játszik a Skorgol Kecskeméti Futsal Klub. A kecskeméti fiúk a 7. helyen fejezték be az alapszakaszt, így a férfi futsal NB2-es keleti csoport alsóházába kerültek. Eddig 4 meccsen van túl csapatunk, amiből 2 győzelemmel, 2 vereséggel zártak a kecskeméti ifjak. Csapatunk így továbbra is vezeti az alsó csoportos tabellát. Hétfőn a 4. helyen álló Újpest lesz a kecskemétiek vendége az 5. fordulóban. A találkozót pedig 8 órakor rendezik a Messzi István sportcsarnokban. A HÉP KRC férfi röplabda csapata jelenleg idegenben játszik a röplabda bajnokság elődöntőjében. Csapatunk kedden elvesztette pálya előnyét, miután vereséget szenvedett a Kaposvártól. A mai meccsen fontos a győzelem, ha be akarunk jutni a fináléba. Ha nem sikerül ma győznünk, a Kaposvár jut a döntőbe, viszont ha mi nyerünk, hétfő este még egy utolsó mérkőzésen sikerülhet a fináléba jutás. Ha lesz 5. meccs, arra hétfőn 19 órakor kerül sor a Messzi István sportcsarnokban. Ennyi fért mai programajánló magazin műsorunkba. Reméljük, hogy mindenki talált kedvére valót. Én tartalmas és szép hétvégét kívánok, a viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Kilenc hektár erdő lángol Bugacon. A hatalmas kiterjedésű tüzet több mint 60 tűzoltó igyekszik megfékezni. Ember élete nem került veszélybe, de az anyagi kár jelentős. Vetélkedőkkel és országismereti kvízzel is várta a fiatalokat az Európa Nap. 2 szakgimnáziumban is vetélkedtek a középiskolások csütörtökön. Megkezdődött a 28. horgász és vadásznapok Kecskeméten a Híres Agórában. Az idei téma Észak-Amerika állatvilága. A megyei kajszibarack mintegy 60-70%-a fagyott el a kemény tél miatt. Az extrém hideget csak bizonyos fajták vészelték át. A fagykárokat a hétvégéig jelenthetik be a termelők. Simon Gray, világhírű brit drámaíró, a Játék vége című darabját tűzte műsorára a Kecskeméti Katona József Színház, Ruszt József Stúdió Színháza az évad utolsó bemutatójaként. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket, este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk. Holnap is tegyék mindezt, mi itt leszünk, várjuk Önöket. Viszontlátásra!